Hare Krishna! Mai napon elkezdjük a Sri Isopanishad című könyv felolvasását, illetőleg majd természetesen befejezzük a Koránt is, hiszen abban még adósodok vagyok, meg magamnak is. Szóval a mai napon a Sri Isopanishadot kezdjük el. Rövid fülszöveg. A Sri Isopanishad szó szerint a tudomány, mely közelebb visz a legfelsőbbhöz, nyíltan szembeszáll a modern tudomány tanításával, ami szerint a létezés gyökere nem egy személyben keresendő, hanem pusztán absztrakt törvényekben, melyek az idő és tér hatalmas ürességében az atomi részecskék véletlenszerű ütközését irányítják. Szívünk mélyén valamennyien tiltakozunk a gondolat ellen, mi szerint létünk élettelen törvényekre és atomi részecskékre bontható le. Mindannyian érezzük, hogy a személyesség létezésünk szilárd alapját és egységes elvét képezi. Megérzésünk helyes, hangzik az ősi india védikus filozófiájának válasza, ami a személyes lét elsődlegességét hirdeti fennen az élet és a tudomány valamennyi szférájában. A Sri Isopanishad, a 108 Upanishad legragyogóbb gyöngyszeme, a személyesség univerzális természetéről szóló alapvető védikus tanításokat foglalja össze. Bevezetés. A Védák tanítása. Őisteni kegyelme A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupád előadása, mely 1969. október 6-án a londoni valamilyen hallban hangzott el. Hölgyeim és uraim, mai előadásom témája a Védák tanítása. Mik is azok a Védák? A szanszkrit Veda szó igei gyökét sokféleképpen lehet fordítani, de a tartalma végső soron ugyanaz. A Veda tudást jelent. Minden tudás, amit elsajátítunk, Véda, hiszen a Védák tanításai képviselik az eredeti tudást. Feltételekhez kötött helyzetünkben azonban tudásunk számos hiányosságban szenved. A feltételekhez kötött és a felszabadult élőlény között az a különbség, hogy az előbbit négyféle fogyatékosság jellemzi. Az első, hogy mindenképpen követ el hibákat. Ott van például honfitársam, Mahatma Gandhi esete. Kiváló személyiségnek tartották, pedig sok hibát követett el. Élete utolsó perceiben a titkára figyelmeztette. Mahatma Gandhi, ne menj el az új Delhi gyűlésre! A barátaim szerint veszély leselkedik rád. De Gandhi nem hallgatott rá, kitartott a terve mellett, és a gyűlésen aztán valóban meg is ölték. Tehát még az olyan nagy személyiségek is követnek el hibákat, mint Mahatma Gandhi, Kennedy elnök, és még hosszan folytathatnánk a sort. Tévedni emberi dolog. Ez a feltételekhez kötött lélek egyik fogyatékossága. A másik az, hogy könnyen az illúzió csapdájába esik. Illúzió az, amikor valamit másnak gondolunk, mint ami valójában. Ez mája. A mája szó azt jelenti, hogy ami nem az. Mindenki azt hiszi, hogy a teste ő maga. Ha megkérdezem önök közül valakitől, hogy kicsoda, a válasz az lesz. Mr. John vagyok. Gazdag ember vagyok. Ez vagyok, az vagyok. Ezek mind a testre vonatkozó megjelölések. Önök azonban nem azonosak a testükkel. Ez illúzió. A harmadik fogyatékossága a csalásra való hajlam. Mindenki hajlamos arra, hogy becsapjon másokat. Lehet, hogy valaki egy világra szóló szamár, mégis nagyon műveltnek, okosnak akarja feltüntetni magát. Napnál világosabb, hogy illúzióban van, és léptennyomon hibákat követel, mégis állandóan okoskodik. Szerintem ez így van, az meg úgy. Holott még a saját helyzetével sincs tisztában. Filozófiai könyveket ír, pedig tele van fogyatékosságokkal. Egy szóval egy olyan betegségben szenved, amit úgy hívnak, hogy csalás. Utolsó fogyatékosságunk az, hogy az érzékszerveink tökéletlenek. Fölötté büszkék vagyunk a szemünkre. Sokszor előfordul, hogy az emberek kihívóan azt kérik. Akkor mutasd meg Istent! De vajon rendelkezünk-e olyan szemekkel, amelyek alkalmasak arra, hogy megpillantjuk vele Istent? Megfelelő szemek hiány sohasem fogjuk őt megpillantani. Sőt, ha a szobában hirtelen sötétség támadna, még a kezünket sem látnánk. Akkor hát miféle látási képesség ez?
Ezektől a tökéletlen érzékszervektől hiába is várnánk tudást, védát. Mivel számos hiányosságunk van és létünk feltételekhez van kötve, másokat sem részesíthetünk tökéletes tudásban. Hiszen hogyan is adhatna tökéletes tudást az, aki maga nem tökéletes? Jobb, ha ezért a saját kútfőnk helyett a hiteles védák szavaira hagyatkozunk. Lehet, hogy a védákat sokan hindunak tartják, pedig a hindú idegen elnevezés. Mi nem vagyunk hinduk. Valódi megjelölésünk az, hogy Varnásrama. A Varnásrama a védák követőire utal, azokra, akik elfogadják az emberi társadalom 4 varnára és 4 ásramára való 8-as felosztását. A társadalmi és a lelki élet egyaránt 4-4 osztályból áll, amit együttesen Varnásramának nevezünk. A Bhagavad Gita 4.13 kijelenti. Ezek az osztályok mindenütt megtalálhatók, mivel Isten teremtette őket. A társadalom 4 osztálya a következő. Brámonák, ksatriák, vaisják és sudrák. A brámonák az embereknek azt a művelt és értelmes rétegét képviselik, akik tudják, mi a Brahman. A ksatriák, azaz az irányítók alkotják az értelmiség következő osztályát. Utánuk következnek a vaisják, azaz a kereskedők. Ez a természetes felosztás mindenütt megtalálható. Ezt a védák jelentik ki, következésképp igaznak fogadjuk el. A védákban megfogalmazott elveket axiomatikus igazságnak, axiomatikus. Tehát a védákban megfogalmazott elveket axiomatikus igazságnak tekintjük, mivel kizárt, hogy hiba legyen bennük. Ezt jelenti az elfogadás. Indiában például a tehéntrágyát tisztának tartják, annak ellenére, hogy egy állat ürüléke. A védák egy helyütt kijelentik, hogy ha az ember ürülékhez ér, azonnal meg kell fürödnie. Egy másik helyen azonban azt olvashatjuk, hogy a tehéntrágya tiszta. Ha egy tisztátalan helyet tehéntrágyával kenünk be, a hely megtisztul. A mindennapi gondolkodás számára ez ellentmondásnak tűnik, és az általános felfogás szerint valóban az is. Az állítás mégsem hamis, hanem tény. Kalkuttában egy kiváló kutatóorvos vegyelemzésnek vetette alá tehéntrágyát, és megállapította, hogy mindenféle fertőtlenítő anyagot tartalmaz. Ha Indiában az egyik ember felszólít egy másikat, hogy tegyen meg valamit, az illető jogosan válaszolhatja a következőt. Miért? Talán bizony védikus utasítás, hogy feltétlenül követnem kell téged? A védikus utasításokat nem lehet önkényes magyarázatokkal ellátni, de ha az ember alaposan utána néz, hogy miért is vannak ott, végül be fogja látni, hogy kivétel nélkül mind helytállóak. A védák nem az emberi tudás összefoglaló művei. A védikus tudomány a lelki világból, az Úr Krisnától származik. A védákat Shrutinak is szokták nevezni. A Shruti olyan tudást jelöl, amit hallás útján sajátítottak el, tehát nem a tapasztalás vagy a kísérletezés az alapja. A Shrutira olyasféleképpen tekintenek, mint egy anyára. Mindenki nagyon sokat tanul az édesanyjától. Ha például arra vagyunk kíváncsiak, hogy ki az apánk, ki tud erre a leginkább válaszolni? Az anyánk. Ha anyánk kijelenti, hogy ez és ez az apánk, el kell fogadnunk, amit mond. Kísérletezés útján lehetetlen megállapítani, hogy az illető valójában az apánk-e. Ugyanígy, ha valami olyasmit szeretnénk megtudni, ami fölötte áll a mindennapi tapasztalatainknak, a tapasztalati tudománynak és az érzékszervi működésnek, akkor a védák ide vonatkozó állítását kell elfogadnunk. Kísérletezésről, tapasztalásról szó sem lehet, hiszen ezt már rég kikísérletezték és tisztázták. Az anya álláspontját kell igaznak elfogadni, más út nincs. A védákat anyának, Brahmát pedig nagyatyának vagy ősatyának szokták nevezni, mert ő volt az első, aki tanításban részesült a védikus tudományról. Az idők kezdetén Brahmá volt az első teremtett élőlény. Miután megkapta a védikus tudást, továbbadta Náradának, illetve más tanítványainak és fiainak, akik aztán szintén továbbadták azt a saját tanítványaiknak. A védikus tudás tehát így módon száll alá a tanítványi láncolaton keresztül. A Bhagavad Gita is megerősíti, hogy a védák tudományát így lehet megérteni. Kísérleti úton is el lehet jutni ugyanezekre a következtetésekre,
de sok időt megtakaríthatunk, ha eleve elfogadjuk a védák állításait. Ha meg akarjuk tudni, hogy ki az apánk és az anyánkat hiteles forrásnak tekintjük, akkor bármit is mond, azt vita nélkül elfogadjuk. A bizonyításnak három fajtája létezik, a pratyaksa, az anumána és a sabda. A pratyaksa közvetlen bizonyítékot jelent. A közvetlen bizonyíték nem a legjobb, mert az érzékszerveink tökéletlenek. A nap például, amit minden nap látunk az égen, számunkra csak egy apró korongnak tűnik, a valóságban azonban jóval nagyobb sok más bolygónál. Mit ér hát az ilyen látás? Ezért kell sok könyvet olvasnunk, és akkor többet is megtudhatunk a napról. A közvetlen tapasztalás tehát nem tökéletes. Létezik még következtetésen alapuló, induktív tudás. Szanszkritul anumána is. Lehet, hogy ez így van. Ezt nevezzük hipotézisnek. Darwin elmélete például azt mondja, hogy ez lehet, hogy így van, az meg lehet, hogy úgy. Ennek azonban semmi köze a tudományhoz. Ez pusztán feltételezés, és annak is tökéletlen. Ha azonban hiteles forrásokból kapjuk a tudást, akkor az tökéletes. Ha a rádió munkatársainak szájából halljuk a műsorismertetést, természetes, hogy igaznak fogadjuk el. Nem vitatjuk, nem kezdünk el kísérletezni, hogy bebizonyítsuk, hiszen az információ megbízható forrásból származik. A védikus tudást sabda pramánának, tehát a védikus tudást sabda pramánának, vagy más néven srutinak hívják. A sruti annyit jelent, hogy ezt a tudást egyszerűen hallás útján kell megszerezni. A védák azt tanítják, hogy a transzcendentális tudást csak hiteles forrásból lehet megérteni. A transzcendentális tudomány világegyetemünk határain túlról származik. A világegyetemen belül az anyagi tudás honol, azon túl pedig a transzcendentális tudás. Mi még a világegyetem határáig sem tudunk eljutni, hogyan érhetnénk el a lelki világot. Számunkra tehát lehetetlen, hogy teljes és tökéletes tudáshoz jussunk. A lelki világ igenis létezik. Létezik egy másik természet, amely túl van a megnyilvánult és a meg nem nyilvánult világokon. De honnan lehetünk biztosak benne, hogy létezik egy világ, melynek bolygói és lakói örökkévalóak? Mindez a tudás ott van, de miként tudnánk kísérletileg is bebizonyítani? Erre nincs mód, következésképp a védákat kell segítségül hívnunk. Ezt hívják védikus tudásnak. Mi a Krisna tudat mozgalmában a legfőbb tekintélytől, azaz a Krisnától származó tudást fogadjuk el. Krisnát az emberek minden csoportja a legfelsőbb hiteles tekintélynek fogadja el. Ez alatt elsősorban a transzcendentalisták két csoportját értem. Az egyik csoport az impersonalisták, vagy Mayavadik csoportja, akiket Sankarácsárja féle védantistáknak is szoktak nevezni. A transzcendentalistáknak létezik egy másik csoportja is, akiket Vaisnaváknak hívnak. Képviselőjük voltak többek között Ramanujácsárja, Madvácsárja és Vishnu Swami. A Sankara szampradája és a Vaisnava szampradája Krisnát egyaránt az Istenség legfelsőbb személyiségének fogadja el. Sankarácsárját általában impersonalistának tartják, aki az impersonalizmust, azaz a személytelen Brahman filozófiáját prédikálta. A valóság azonban az, hogy rejtett personalista volt. A Bhagavad Gita-hoz írott magyarázatában kijelentette, Nárayan, az Istenség legfelsőbb személyisége, fölötte áll a kozmikus megnyilvánulásnak. És később szintén megerősítette, idézett, ez az Istenség legfelsőbb személyisége, Nárayan nem más, mint Krisna, aki Devaki és Vasudeva fiaként jött el. Külön megemlíti Krisna szüleinek a nevét. Krisnát tehát minden transzcendentalista az Istenség legfelsőbb személyiségének fogadja el, efelől nincs kétség. Számunkra a Krisna tudatban a tudás forrása a Bhagavad Gita, amely közvetlenül Krisnától ered. Azért jelentettük meg a Bhagavad Gita úgy, ahogy van című művet, mert azt fogadjuk el, amit Krisna mond, anélkül, hogy bármit is belemagyaráznánk. Ez a valódi védikus tudás. Mivel a védikus tudás tiszta, mi elfogadjuk. Bármit is mondjon Krisna, mi elfogadjuk. Ez a Krisna tudat. Így módon az ember sok időt takaríthat meg. Ha a megfelelő autoritást, azaz
tudásforrást fogadjuk el, sok időt takaríthatunk meg. Az anyagi világban például kétféle tudásrendszer létezik, az induktív és a deduktív. Deduktív alapon elfogadjuk, hogy minden ember halandó. Apánk azt mondta, hogy minden ember halandó, a nővérünk azt mondta, hogy minden ember halandó, mindenki azt mondja, hogy minden ember halandó, tehát nem kísérletezünk. Tényként fogadjuk el, hogy az emberek halandók. Ha a kísérleti eszközökkel akarnánk utána járni, hogy az ember tényleg halandó-e, minden egyes embert külön kellene tanulmányoznunk, és még ebben az esetben is levonhatnánk azt a következtetést, hogy talán létezik néhány ember, aki nem hal meg, csak mi nem találkoztunk velük. Így aztán sohasem tehetnénk pontot a kísérletünk végére. Szanszkritul ezt a folyamatot árohának, felfelé haladó folyamatnak nevezik. Ha bármilyen személyes erőfeszítés árán a tökéletlen érzékszerveinkkel akarunk tudást szerezni, soha nem fogunk helyes következtetésekre jutni. Ez egyszerűen lehetetlen. A Brahma Samhita azt mondja, utazzunk a gondolat sebességével száguló repülőn. A mi anyagi repülőgépeink kb. 3000 km per óra sebességgel repülnek, de mi ez a gondolat sebességéhez képest? Ha otthon ülünk és Indiára gondolunk, mondjuk 16000 km-nyi távolságból, már ott is van előttünk. Azonnyomban ott termünk. Ilyen gyors a gondolat. A Brahma Samhita ezért kijelenti, még ha évmilliókon keresztül száguldunk is ilyen sebességgel, a lelki világ határait sohasem érhetjük el. Ezzel a módszerrel még csak a közelébe sem lehet érni. Ezért adják a védák azt az utasítást, hogy az embernek egy hiteles lelki tanítómesterhez, egy guruhoz kell fordulnia, a szentírások ezzel kapcsolatban a kötelező szót használják. És vajon mi teszi alkalmassá a lelki tanítómestert a feladatára? Az, ha a megfelelő hozzáállással, a megfelelő forrásból hallotta a védák üzenetét, és szilárdan megállapodott a Brahmanban. Ezzel a két tulajdonsággal kell rendelkeznie, különben nem tekinthető hitelesnek. A Krisna tudat mozgalma a védikus elvek értelmében teljes mértékben hiteles. A Bhagavad Gita-ban Krisna kijelenti, hogy a védikus kutatás valódi célja az, hogy megtaláljuk Krisnát. A Brahma Samhita is leírja, hogy Krisna, Govinda megszámlálhatatlanul sok alakban létezik, de ezek mind azonosak. Nem olyanok, mint a mi testünk, nem esendőek. Az ő teste nem esendő. Az én testemnek van egy kezdete, az övének nincs. Az ő alakja Ananta. Számtalan formája mind vég nélküli. Az én testem itt ül, nem pedig a lakásomban. Az önök teste is itt ül, és nem otthon. Krisna azonban egy időben mindenütt ott lehet. Lehet, hogy éppen leül Goloka Vrindávanban, de ugyanakkor mindenütt ott van, mindent áthat. Ő mindennek az eredete, és ő a legöregebb, de ha megnézzük bármilyen Krisnát ábrázoló képen, egy 15-20 év körüli fiút fogunk látni rajta, nem pedig egy öreg embert. Valószínűleg láttak már olyan gépet a Bhagavad Gita-ban, amelyen Krisna mint szekérhajtó szerepel. Abban az időben Krisna már 100 éves is elmúlt, számos dédunokája volt, mégis éppen úgy nézett ki, mint egy fiatal fiú. Krisna, Isten, soha nem öregszik meg. Ilyen az ő rendkívüli hatalma. Ha az ember a védikus irodalom tanulmányozása révén akarja megismerni Krisnát, csalódni fog. A vállalkozás nem lehetetlen, de végtelenül nehéz. Ennél könnyebb, ha a Krisna baktájától próbálunk meg tudakozódni felőle, mert a bakta át tudja őt adni nekünk. Íme itt van Krisna, fogadd el. Ilyen hatalma van Krisna baktájának. Eredetileg csak egyetlen véda létezett, és még azt sem kellett olvasni. Abban az időben az emberek intelligenciája és memóriája olyan kitűnő volt, hogy már egyszeri hallás után is megértették a lelki tanítómester szájából elhangzott tanítást. Azonnal felfogták az egész mondani valót. 5000 évvel ezelőtt azonban Vyászadéva a jelenlegi korszak a Kali Yuga emberei számára írott formában is megörökítette a védákat, mivel tudta, hogy az emberek idővel rövid életűek, feledékenyek és tompa eszűek lesznek. Idézet, hadd tanítsam meg ezt a védikus tudást, ezért írásban is. Gondolta. A védákat először is négy részre, Rig, Száma, Atarva, Yajur osztotta, amelyeket aztán tanítványaira bízott. Ekkor eszébe jutottak az emberiség kevésbé intelligens rétegei, a Strik,
nők, a sudrák, kétkezi munkások, és a dvija banduk. A dvija banduk kifejezés azokat jelöli, akik előkelő családban születtek ugyan, de nem részesültek megfelelő képzésben. Az olyan embert, aki brámana családból származik, ám nem rendelkezik egy brámana tulajdonságaival és tudásával, dvija bandunak nevezik. Vyásza Dév az ő számukra jegyezte le az India történetének is nevezett Mahábáratát, valamint a 18 Puránát. A Puránák, a Mahábárata, a négy Véda és az Upanishadok mind a védikus irodalom részei. Az Upanishadok a Védák részei. Vyásza Dév ezután a tudósok és filozófusok számára Vedanta Sutra című művében az egész védikus tudományt összefoglalta. Ez a Védák végkövetkeztetése. A Vedanta Sutrát maga Vyásza Dév írta a Guru Maharadzsa, lelki tanítómestere Nárada utasítására, azonban még ekkor sem volt elégedett. Ez egy hosszú történet, amit a Srimad Bhagavatam mesél el részletesen. Véda Vyásza még a sok Purána és Upanishad lejegyzése, sőt még a Vedanta Sutra megírása után sem volt elégedett. Ekkor lelki tanítómestere Nárada a következő utasítást adta neki. Fejtsd ki a Vedanta Sutrát! A Vedanta végső tudás jelent, a végső tudás pedig Krishna. Krishna kijelenti, hogy az összes Védának az ő megismerése a célja. Vedanta Krid Veda Vid Eva Chaham. Én vagyok a Vedanta Sutra összeállítója és a Védák ismerője. A végső cél tehát Krishna, s ezt fejti ki a Vedanta filozófiájáról írott összes Vaisnava magyarázat is. Nekünk, Gaudia Vaisnaváknak is megvan a magunk magyarázata a Vedanta filozófiájáról, melynek címe Govinda Bhashya, szerzője pedig Baladév, Vidyabhushana, de Ramanujacharya és Madhvacharya is írt róla magyarázatot. Nem a Sankaracharya féle kommentár tehát az egyetlen. Sok Vedanta magyarázat létezik, de mivel nem a Vaisnavák írták az elsőt, az emberek tévesen azt hiszik, hogy Sankaracharyáé az egyetlen. Mindemellett a tökéletes Vedanta magyarázatot maga Vyásza Dév írta meg, mégpedig a Srimad Bhagavatam című művében. A Srimad Bhagavatam a Vedanta Sutra első szavaival kezdődik. Janmadi Asya Yatah. Ezt a mondatot a Srimad Bhagavatam tökéletesen kifejti. A Vedanta Sutra csupán utalásokat közöl arra vonatkozóan, hogy mi a Brahman, azaz az abszolút igazság. Idézet, az abszolút igazság az, akiből minden kiárad. Ez csak egy összegzés, a Srimad Bhagavatam azonban részletesen is elmagyarázza ezt. Vajon milyen lehet az abszolút igazság, ha minden belőle árad ki? Ezt fejti ki a Srimad Bhagavatam. Biztos, hogy az abszolút igazság tudatos és önragyogó. Svarát. Mi a másoktól szerzett ismereteink alapján alakítjuk ki a tudatunkat és a tudásunkat. Róla azonban azt mondják, hogy önragyogó. A védikus tudás egészének összefoglalása a Vedanta Sutra, a Vedanta Sutrát pedig maga az író magyarázza el a Srimad Bhagavatamban. Végezetül tehát arra kérjük azokat, akiket érdekel a Védák tudománya, hogy a teljes védikus tudás magyarázatát a Srimad Bhagavatamból és a Bhagavad Gita-ból próbálják megérteni. Most még felolvasom az invokációt, és utána egy új videóban elkezdjük a mantrákat. Tehát lesznek a mantrák, ugye magyarul, és utána magyarázatok minden mantrához. De most jön az invokáció. Om Purnam Adam Purnam Idam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnam Adaya Purnam Evava Shishyate. Az istenség személyisége tökéletes és teljes, és mivel maradéktalanul tökéletes, mindabban, ami belőle kiárad, és így ebben a múlandó világban is, minden megvan ahhoz, hogy hiánytalanul teljes legyen. Bármit hozzon létre a teljes egész, az önmagában is teljes. Ő a teljes egész, ezért bár számtalan, hiánytalan egység árad ki belőle, megmarad teljes egésznek. Magyarázat.
A teljes egész, azaz a legfelsőbb abszolút igazság, a teljes istenség személyisége. A személytelen Brahman vagy Paramatma, azaz a felső lélek megismerése, az abszolút egész hiányos megvalósítása csupán. Az istenség legfelsőbb személyisége Satchit Ananda Vigraha. A személytelen Brahman megvalósítása az ő Sat, örökkévalóság aspektusának a megvalósítását jelenti, még a Paramatma megvalósítás Sat és Chit, öröklét és tudás, arculatának a felismerése. Az istenség személyiségének megvalósítása azonban minden transzcendentális aspektusának, a Sat, a Chit és az Ananda boldogság aspektusának a megvalósítása. Amikor valaki megismeri a legfelsőbb szemét, a maguk teljességében ismeri meg az abszolút igazság ezen jellemzőit. A Vigraha azt jelenti, hogy forma, alak. A teljes egész tehát formával, alakkal rendelkezik. Ha nem rendelkezne formával, vagy ha bármi más módon kevesebb lenne annál, amit teremtett, nem lehetne teljes. A teljes egészben benne kell lennie mindannak, ami tapasztalatainkon innen és túl létezik, másképp nem lehet teljes. A teljes egészet, az istenség személyiségét határtalan képességek jellemzik, melyek mindegyike épp oly teljes, mint ő maga. Ebből következik, hogy érzékelhető világunk szintén teljes önmagában. A 24 elem, amelyből ez az anyagi univerzum átmenetileg létrejön, oly módon működik, hogy mindent biztosítson, ami az univerzum fennmaradásához és létfenntartásához szükséges. Nincs az univerzumnak olyan egysége, melynek külön erőfeszítés kellene kifejtenie ahhoz, hogy fenntartsa az univerzum létét. Az univerzum sajátos időszámítás szerint működik, melyet a teljes egész energiája szab meg. Amikor lejár az idő, ez az átmenetileg létrejött világ a teljes egész tökéletes elrendezése folytán megsemmisül. A parányi teljes egységek, az élőlények, minden lehetőséget megkapnak arra, hogy megismerhessék a teljes egészet. Ha valahol tökéletlenséget vagy hiányosságot tapasztalunk, az csupán amiatt van, hogy nem rendelkezünk elégséges tudással a teljes egészről. Az élőlény tudata az emberi létformában bontakozik ki maradéktalanul. 8 millió 400 ezer fajban kell testet öltenünk a születés és a halál körforgása során ahhoz, hogy fejlődésünk végén szert tehessünk erre a létformára. Ha emberként megszületve, az élőlény teljes tudatával megáldva nem ismerjük fel, hogy a teljes egészen belül teljesek vagyunk, elveszítjük ezt a lehetőséget, és az anyagi természet törvényei újra a fejlődés körforgásába taszítanak bennünket. Mivel tudatlanok vagyunk azt illetően, hogy a természetben minden tökéletesen el van rendezve a fenntartásunk érdekében, azon igyekszünk, hogy a természet erőforrásait kihasználva mi magunk teremtsük meg egy tökéletesnek vélt, érzékkielégítés jellemezte élet feltételeit. Az élőlény azonban képtelen arra, hogy az érzékeink keresztül élvezze az életet, anélkül, hogy kapcsolatban lenne a teljes egésszel. Ezért az érzékkielégítésnek szentelt, vakvágányon haladó élete merő illúzió. A kéz csupán addig tekinthető teljes egésznek, amíg a teljes testhez kapcsolódik. Amikor megszűnik a kapcsolata a testtel, továbbra is kéznek látszik, de nem rendelkezik egyetlen képességével sem. Az élőlények ugyanígy a teljes egész szerves részei, és ha megszűnik a vele való kapcsolatuk, a teljesség helyébe lépő illúzió nem teheti maradéktalanul elégedetté őket. Az emberi lét teljességét csak is akkor élhetjük át, ha a teljes egész odaadó szolgálatát végezzük. A világon minden más szolgálat, legyen az társadalmi, politikai, közösségi, nemzetközi vagy akár bolygóközi szolgálat, nem lehet teljes mindaddig, amíg nincs összekapcsolva a teljes egésszel. Amikor a szerves részek kapcsolatba kerülnek a teljes egésszel, maguk is teljessé válnak. Következő alkalommal akkor az első mantrával fogjuk folytatni, illetőleg annak magyarázatával. Oké.
Köszönöm, hogy meghallgattál. Sri Isvapanishad Ki Jai. Srila Prabhupád Ki Jai. Jai Nitai Gora Premanandé Hari Hari Bol Gora Bhakta Vrinda Ki Jai. Om Tat Sat.